Már a szerdai kiadós eső enyhítette a hőséget, a meteorológiai előrejelzés további tikkasztó meleg napokat jósol. A napi átlag hőmérséklet 5 Celsius fokos emelkedése 12%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát. S hogy mit tehetünk a megelőzésért? Erről bővebben a héten megjelent Monitor közéleti lapban olvashat. A Kesszei Nyári Színház nyitónapján sajtótájékoztatót tartottak a Festetics Kastélyban. Pálinkás Robert igazgató köszöntőjében elmondta, fergeteges lesz az idei nyári előadássorozat. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója, a darabok rendezője, a programokról beszélt. A Hét Boszorka című darabban nyitnak, majd augusztus 18-áig az Illatszertár című előadást mutatják be. Főszerepekben Kern András és Pokornélia mellett Stoll András és Simon Kornél látható. A csendes óceáni hajótípus a Proa akár egy hétvége alatt is összeszerelhető és könnyen szállítható. A Keszthelyi Asbóth Sándor szakközépiskola együttműködik a program hazai meghonosítójával, és már több hajó is készült a tanműhelyében. A jövőben akár nemzetközi Proa versenyre is sor kerül a Balatonon. További részletek honlapunkon. A Georgikon Major történeti kiállítóhely idén 8. alkalommal rendezi meg a Major Béli géptalálkozót július 27-én szombaton. Az egésznapos eseményen az érdeklődők megismerkedhetnek a gépgyűjtőkkel, működés közben is láthatják a veterán mezőgazdasági gépeket. A rendezvényre a Georgikon Major Múzeum bővített programkínálattal készül. Idén is lesz Kukorica Jancsi családi fesztivál Keszthelyen, ahol halászlépfőző versennyel, locspocspartival, bábszínházi előadással, koncerttel szórakoztatják az egész családot a zenepavilonnál, a Balatonparton, július 27-én. Július 27-én és 28-án színes programokkal, ízletes ételekkel és finom sörökkel vár mindenkit Cserszeg Tomai önkormányzata az iskola udvarára, a 7. Cserszeg Tomai sörnapokra. Ekkor kerül sor a Cserszeg Tomai foci csapat éremátadására is. Vasárnap 2 órától Forma 1 élő kivetítés. Július 27-én tűzoltónap, 28-án a 2. Balatoni Halételek Fesztiválja hívja mindazokat Balatongyörökre, akik megismerni, illetve megkóstolni szeretnék a balatoni halakat és a belőlük készíthető ételeket. A finomságokon kívül zenés programok, gyermekelőadások, koncertek várják a látogatókat az egész hétvégén. Ha kedveled a latinos zenéket és táncolni is szeretsz, akkor téged vár a Naturmed Hotel Carbona táncparketje augusztus 2-án. Lazíts pároddal együtt, és zárd le a stresszes hetet egy szenvedélyes hangulatú estével. A Dynamic Band zenéi mellett tüzes koktélok emelik a hangulatot, az estet a Residence Tánccsoport bemutatója nyitja meg. A belépés ingyenes.